Hetedik évad, első rész. Osztrák SK 105, könnyű harckocsi. Az egykor Európa egyik legerősebb államának számító Habsburg birodalom a 16. századtól fokozatosan összezsugorodott, az 1800-as évek második felében megerősödő nemzetiségi mozgalmak pedig az összeomlás szélére sodorták mert amíg az azonos nyelvű és kultúrájú lakosságot egységbe kovácsoló folyamat más országokban elősegítette a fejlődést, a monarchia két tucatnyi nemzetisége mint saját független országot követelt. Az első világháború során az Osztrák magyar monarchia már a belőle kivált osztrák királyságot sem tudta egymaga legyőzni. Ráadásul a nagy hatalmakkal szemben, mások mellett harckocsik gyártására sem volt képes, noha már a háború előtt felvetették egy ilyen egységépítését. Az első világháború végén az osztrák-magyar monarchia összeomlott, ahogy a tagállamok elnyerték régóta áhított szuverenitásukat. A birodalom Ausztria képében élt tovább, amely azonban elvesztette lakossága és területe mintegy 80 át ráadásul vesztesfélként Ausztria számára is gyakorlatilag minden harcjármű, köztük harckocsik fejlesztését, gyártását, vásárlását és hadrendben tartását is megtiltották, ezért az ország ezt követően sem rendelkezett páncélosokkal. Több mint egy évtizeddel később, 1932-ben a fasiszta Engelbert Dolfus ragadta magához a hatalmat, aki azonnal megkezdte az oszták hadsereg újra fegyverzését, és bár a diktátort két évvel később meggyilkolták, a nemzetközi helyzetre való tekintettel az új demokratikus kormány is folytatta a fegyverkezést. Az osztrákok ekkor egy teljesen egyedi utat követtek. A legtöbb fejlett országban kis, illetve könnyű és közepes harckocsikat rendszeresítettek, amelyeket páncélautókkal támogattak. Az osztrákok viszont egy univerzális típus mellett döntöttek. A Steyrvállalat M. Fundraisig nevű modellje egy neve ellenére nehéz, négytengelyes páncélautó volt, amely kiváló mozgékonysággal rendelkezett, ezért a nehéz, hegyvidéki osztrák terepen is jól boldogult. Ráadásul egy 20 mm-es gépágyúval is felszerelték, így a típus a kortás német Panzer ii azonos tűzerővel rendelkezett. A Steyr ADG szedként is ismert harcjármű különlegességét az adta, hogy az osztrákok e típus mellett semmilyen harckocsit nem rendszeresítettek, mert azt tervezték, hogy az ellenséget ez a gumikerekes páncélautó fogja megsemmisíteni, amely szükség esetén elmenekülhet a lassú páncélosok elől, ráadásul kettős vezető fülkéje révén a szűk osztrák hegyi utakon is jól boldogul, és a városi terepen akár túlerőben lévő támadók megállítására is képes lesz. A harckocsikat kiváltó páncélautó koncepcióját végül soha nem tesztelték. 1938-ban a német harmadik birodalom megszállta Ausztriát, de az osztrák haderő nem védekezett, ezért érdemi csatákra nem került sor. A németek ezt követően nem tartottak igényt az osztrák páncélautóra, és bár a II. világháború alatt Ausztriában német parancsra gyártottak egy rendkívül kisméretű páncélvadást, az újabb vesztes háborút követően a német besorolt osztrák haderő ismét megsemmisült. Az újjáépítést követően 1955-ben Ausztria kikiáltotta névleges függetlenségét, deklarálva, hogy többé nem fog katonai szövetségekhez csatlakozni, ezért nem lépett be az Észak-atlanti szerződés szervezetébe, angol rövidítéssel a nato sem. A politikai akarat ellenére Ausztria hadereje nem tudott teljesen függetlenné válni, mert a hasonló helyzetű Svédországgal és Svájccal szemben hiányzott a helyi harckocsi gyártókapacitás. Az országban ugyan 1961-ben gyártásba került a Zaurer lánctalpas csapatszállítója, azonban emellett Ausztria-Amerikai hadisegéből Patton majd francia AMX-13 és brit Centurion harckocsikat vásárolt. Az 1960-as évekre e típusok már elavultá váltak, ráadásul a magyar népköztársaság képében az ország határos volt egy kommunista diktatúrával, amely potenciális veszélyforrást jelentett, ezért az osztrák vezetés úgy döntött, hogy a három elavult páncélosát ismét egy Ausztriában gyártott könnyű, nagy mozgékonyságú, páncélvadásszerű harcjárművel fogja kiváltani. E típus az SK 105, magyarul SK 105 nevet kapta, ahol a 105 a löveg kaliberére utalt. A típus beceneve küres szír, magyarul vértes lett, amely a 16. században megjelenő, páncélzatot viselő nehéz lovasság elnevezése volt, gyakorlatilag a középkori páncélos lovagok utódaié. Az SK 105-ös gyakorlatilag a francia AMX 13-as továbbfejlesztett változata volt, bár a két típus között nem volt közvetlen kapcsolat, és az osztrák páncélos, a típust fejlesztő Sauer már említett csapatszállítójára épült. E harckocsi és az AMX 13-as közötti legfontosabb különbséget a francia 105 mm-es páncéltörőlövek beépítése jelentette, amely jelentősen megnövelte a könnyű harckocsi tűzerejét a löveg mellett a harcjármű eredetileg egyetlen, párhuzamosított géppuskát kapott. Az SK-105-ös az AMX 13 ashoz hasonlóan billenő toronyjal rendelkezett. A Steyr jt típusú torony két fülelemből állt, és a felső szekció a löveggel együtt egyetlen egységet képezett. A küreszír szintén átvette a francia páncélos billenő toronyba épített automata töltőjét, amely két forgótárban összesen 12 lőszert szállított. Az AMX 13-as a 12 lőszer eltüzelését követően kénytelen volt a front mögé visszatérni, ahol a járművön kívülről töltötték újra a harckocsit, lévén a kompakt a torony a jármű végére került, míg a motort a vezető mellé építették be. Ezzel szemben a nagyobb SK-105-ösön a hajtóművet hagyományos módon a harckocsi végébe telepítették, ezáltal a vezető mellett további lőszereket tárolhattak. Az osztrák harckocsi védelme szintén az AMX 13-aséra hasonlított. A típus tornyának frontrésze része 40 mm vastag volt, a torony többi részén és a testen 20 mm, a test alsó részén pedig mindössze 14 mm-es homogén célemezeket használtak, amely azt eredményezte, hogy a típus nem csak az összes kortás harckocsi löveg, de a gépágyúk is képesek voltak átlőni, kisebb távolságról, oldalról pedig a szovjet nehézgéppuskák is veszélyt jelenthettek. A vékony páncélzatoka a mozgékonyság magasan tartásának igénye volt. A harckocsi vázát biztosító csapatszállító eredetileg 12,5 tonnás és az AMX-13-as közel 14 tonnás tömegével szemben az SK-105-ös 17,7 tonnát nyomott, ennek ellenére megtartották a lánctalpas csapatszállító második, megerősített változatának 6 hengeres, 320 lóerős Tire Diesel motorját. Az oldalanként 5 futó görgős típus, 20 tonna alatti tömegével, így is kevesebb, mint fele olyan nehéz volt, mint egy szovjet páncélos, és harmadakkora, mint amerikai vagy brit társai, ezért a küresszír mindezek ellenére épített úton kiemelkedő, 70 km h órás végsebességet ért el. Az SK-105-öst 1965-ben kezdték fejleszteni, és 1967-re elkészült a harckocsi prototípusa, de a páncélos csak évekkel később, 1971-ben állították hadrendbe. A típusból összesen mintegy 700 példány gyártottak, túlnyomó részüket exportra. Az osztrák harckocsit kifejezetten hegyvidéki üzemeltetésre tervezték, ahová a remények szerint az általános harckocsik nem követhették, ugyanakkor 105 mm-es lövegerévén képes volt minden ellenséges páncélos megsemmisítésére. A védelem hiánya miatt a nemzetközi érdeklődés csekély volt, ugyanakkor a típus több előnyös tulajdonsággal rendelkezett. A legfontosabb a már említett erős löveg kombinációja volt a mérsékelt vételárral, ezért az SK-105-ösből több dél-amerikai és észak-afrikai ország, például Bolívia, Brazília, Marokkó és Tunézia vásárolt. További előnyt jelentett, hogy Ausztria el nem kötelezett országként gyakorlatilag bármelyik országnak anélkül értékesíthetett harcjárműveket, hogy szembe került volna a demokratikus vagy a kommunista blokkkal, ezért Irak egyetlen közel-keleti vásárlóként 100 darab SK-105-öst szerzett be. Végül az osztrák páncélos legnagyobb vásárlója Argentina volt, amely osztotta az osztrákok elképzelését egy kisméretű hegyvidéki páncélossal. Ausztriát a II. világháború után nem érte további támadás, ezért a típust soha nem vetették be, és a mérsékelt érdeklődés miatt a páncélosból mindössze egyetlen továbbfejlesztett harckocsi változat épült, az SK-105A1 bázismodellt követő, SK-105A2. Utóbbi csak kisebb részletekben különbözött elődjétől. A torony tetejére egy nagy méretű doboz került, benne a szilász típusú lézertávmérővel, emellett lehetővé tették a harckocsin belüli újratöltést, míg a bázismodellt az AMX-13-ashoz hasonlóan kívülről kellett tölteni, valamint rátét erősítették meg a küresszírt. A páncélos gyártó Ausztria a hidegháború végéig hadrendben tartotta SK-105-öseit, ezt követően viszont használt holland Leopard 2-es harckocsikat vásárolt, míg a Küresszír szírbázisát adó Zaurer csapatszállítókat az osztrák-spanyol Askod lövészpáncélosokra cserélték. A könnyű harckocsi több országban máig hadrendben áll, ezért a harcjárműhöz több fejlesztő csomagot terveztek, valamint Argentina e típusból létrehozta a Patagon könnyű harckocsit, amely gyakorlatilag egy felújított AMX-13-as torony, és az SK-105-ös testének házasítását takarja, de öt darab ilyen egység megépítését követően a programot törölték. A harckocsi változatok mellett az SK-105-ösből megépítettek egy műszaki mentőt és egy utászjárművet. Mindkettő a küreszír testét használja, de új, nagyméretű, nem forgatható felépítménnyel. Ahogy a videóból is kitűnik, az SK-105-ös gyakorlatilag egy osztrák AMX-13-as volt, ennek ellenére nem vált sikeressé. Amikor az 1950-es évek elején a francia AMX-13-as elterjedt, a kisméretű, páncélvadászként funkcionáló könnyű harckocsi koncepciója újszerűnek számított, de az 1960-as évek végére nyilvánvalóvá vált, hogy a vékony páncélzatú európai harckocsi koncepciója a fejlesztési zsákutca, ráadásul a 70-es évekre alapvető elvárássá vált a nukleáris, Biológiai és vegyi védelem megléte, amelyet azonban billenő tornya miatt az SK-105-ösön nem alkalmazhattak. A legnagyobb problémát ebben az esetben is az érdemi fejleszthetőség hiánya jelentette. Az osztrák páncélos utólag megerősített védelmi változata szemből is csak 30 mm-es páncéltörő lövedékek ellen védett, a néhány évvel újabb harckocsiknál már nem volt számottevően gyorsabb, ráadásul kismérete miatt nem tudta befogadni az 1970-es évek végére nyugaton általánosan elterjedő 120 mm-es löveget. Az SK 105-össel a sorozatgyártású, ellenséges főcsataharckocsik kilövésére képes könnyű harckocsik koncepciója végleg eltűnt. Bár e típus lökést adott az argentin harckocsi fejlesztésnek, ez azonban már egy másik évadra tartozik, én azonban már megköszönöm a figyelmet.